Sziasztok, üdvözlök mindenkit, innen ismét szabad hídvégen vagyok. És a 49-es bejárását fogom folytatni. Itt, ahol a múltkor abba hagytam, és terv szerint el fogok menni Fürgedig. Sőt, valószínűleg addig el is kell menni, mert Felsőnyék a következő lehetőség, csak ahol ki lehet szállni. Viszont az alig 5 kilométerre van, Fürged 13. És 15:50-ig kell odaérni, egyébként most 8 óra 40 perc van. Tehát szerintem ennyi idő alatt 13 kilométert le lehet nyomni. Mert Fülgerdő az utolsó járat, ami 15:50-kor megy, utána semmi. Úgyhogy azt muszáj elérni. Úgyhogy egyenlőre arra fele el kell menni, kimegyek a nyílt vonalra, aztán irány legközelebb Felsőnyék lesz a következő település. És ismét a nyomvonalon, azon az úton jöttem be, és itt megy a nyomvonal. Erre fele. Mehetünk tovább. Hát, itt eléggé begazosodott, de itt, hogy itt mellette valamennyire tudok haladni. Aztán majd, hogyha egy kicsit jobb lesz a helyzet, akkor bemegyek a nyomvonalra. És egyébként hát innen tovább Felsőnyékig, az egy ilyen kb. 5 kilométer. Na, ezért itt vagyok a nyomvonalon. És itt is látjátok, hogy bevágásba haladt. És itt erre tovább előre. Egyébként ez már az a szakasz, amit 1992-ben zártak be. Viszont a sineket csak később szedték föl. Na, még egy nagyobb akadály. És eddig viszont nem találtam még szelvényköveket se. Na, itt van egy betonáltevesz. Ennyi, ami fennmaradt. Viszont szelvénykövet azóta se találtam, egy darabot se. A helyzet annyira nem is reménytelen itt még. És ezek még nem szúrós növények. Csak néha azért tényleg így bujkálni kell. Viszont bármikor ki lehet menni, itt van egy földút mellette, meg egy szántóföld. Úgyhogy ha már nagyon durvul a helyzet, akkor majd kimegyek oda. És itt viszont nézzetek meg, ott van itt az ágyazatból a némi maradvány. Szelvénykő nincs, viszont egy távírópózzának a maradványát megtaláltam. Egyébként jó kis bozót harc, továbbra is. Na hát ezt nézzétek, egy kisebb bozóton átküzdöttem magam. És igen, ott a háttérben még mindig mezőkomárom. Ott a templom torgyot még látni. És erre tovább egyenesen. Most nagyjából Felsőnyékig erre kell számítani szerintem. Reméljük, hogy ennél rosszabb nem. Reméljük, ennél hangosabb nem lesz. Már így néha fúj a szél, néha nem is így össze-vissza. Ezek nyomok. Itt egy talpfa volt. Nem tudom, hogy hol lesz szélzaj, meg hol nem, mert így néha feltámad, de így lökésszerűen, és mindig különböző irányokból. Úgyhogy mikrofon, meg nem tudom, mit lesz át belőle. De majd megpróbálom, hogyha nagyon szélzajtól, nagyon hallhatatlan, amit mondok, akkor majd újra szinkronizálom. Na, ezt nézzétek! Itt van egy átevesz, és ez már egy kicsit komolyabb, mint az előzőek. Ezt mindjárt megnézem alulról is. Ez lehet, hogy ilyen régi téglaborcotos, ami még az eredeti kiépítésben, ugye nem, ez már nem. Mert közben, de, tudjátok, ez már vasbeton, viszont lesznek még boltívesek is, ez eredeti tégla kiépítéssel. De bizony, itt ment a vasútvonal, és ez volt egyik áteszer, hát már az a patak sincsen meg, ami fölött ment. De érdekes minden esetre. És hát haladunk, hát jön majd a bozót harcos rész továbbra is. Hát itt van egy földutas átjáró, közben egy erdő jöttem, és átjáró, út. És mindjárt mutatom azt is, hogy Felsőnyék fele, erre fele tart tovább. Egyébként Felsőnyéken még megvolt az állomás épület sokáig, miután bezárták a vonalat, de
Mára már azt is elbontották, talán egy őrhely még megvan a Fürget felőli végen, de úgy tudom, hogy... illetve azt akkor nem bontották el, mikor az állomást, de szerintem azóta már az sincs meg, de majd kiderül, hogy odaérek. Úgyhogy haladunk lassan, és végig itt a Sió csatorna partján ment a vonal. És itt még annyira nem is gáros itt az űrszelvény. Meg ezek nem szúrós akácok, hanem ilyen könnyen törő, kiszáradt, nem tudom micsodák. Ez nem lehet menni. Itt egy vastag fatörzs is, amin még át kéne mászni. Na, most a kamerát elrakom, mert ide két kéz kell. Nézzétek, haladunk közben, és itt egész jó út van a töltésen. És még itt tovább is egész jól folytatódik. Örülnék, ha ennél rosszabb nem lenne. A Felsőnyék vagy Fürget között nem tudom, hogy mire számíthatok. De ott van egy szakasz, ahol megy mellette párhuzamosan egy műút. Úgyhogy legalább ennyi könnyebbség van. És azon a szakaszon volt még egy őrház is régebben, a régi fentről pontus felvételen látszik, és a romjai talán még meglesznek. Szelvényszám szerint megvan, hogy hol kell keresni. Úgyhogy ha lesznek szelvénykövek, akkor könnyű lesz megtalálni, de nem, hogy mióta jövök Mezőhídvégtől, egy darab szelvénykövet nem láttam. Tehát nem tudom, hogy azokat is eltűntem el, valószínűleg amikor elbontották a pályát, azokat is elvitték. Még ugye azt általában nem szokták. A felépítményt elviszik, meg esetleg az ágyazatot is, mert azzal lehet kezdeni, de betonszelvényköveket nem szokták. Ezt nézzétek, innen egyre jobb a helyzet. Ezt, mint hogyha frissen gazolták volna ki. Semmi, és egyébként igen, a kerékpárutat egyébként tervezik errefele. De hát az már úgy 2008 óta körülbelül. De hát nem hiszem, hogy amiatt gazolták volna ezt így ki, de valami oka van neki, hogy ezt így kipucolták, mert ahol már több mint 20 éve nem jár vonat, az nem így néz ki. Sőt, itt már lassan 30 inkább. És erre tovább. Itt már kezd egy kicsit gazosodni, de szerintem ez még vállalható. Látjuk. Egyébként már Felsőnyék határában vagyok. Keresztül a gazon. És szelvénykövet azóta se találtam. Fogok nektek mutatni, hogyha lesz. Na szóval innen jöttem, eddig nem volt olyan különösebb. Na de, most ezt nézzétek meg, ami előttem van. Na ez már igen, ez már gaz. Hát a gazt megkerülve most már így sokkal járhatóbb. És errefele is innen úgy tűnik ad. Szerencsére nem az egész ilyen vad dzsumbúj, hanem csak egy-egy szakasz. És ez is pont jó helyen volt, ahol ki lehetett kerülni. Úgyhogy közelítek Felsőnyék fele. Na innen is szép tiszta a töltés. És a terve felé, és ott már látszanak az első házak is Felsőnyéknél. Egyébként csak érinti a települést. És megvan az első szelvénykő, amit a vonal mentén találtam, az 541-es. Én telte tovább. Minden jöttem, innen tiszta a telep. És itt vannak már az első házak Felsőnyéknél. Szerintem a legszélső ez szerintem az lehet. Egyébként legalábbis így ránézésre, ahol az ördögűző felékel a lakott, ez volt a riportban, mintha ezt láttam volna, ugye az exercise book. De már tudjuk, hogy félig össze van dőlve. És egyébként megnéztem a Street View-on, hogy ott is hasonlít rá, egy 2012-es alapján. Hiszen itt nem megálló lakodó hely volt, ha jól emlékszem, de majd a rakok be képet, mert 2008, ilyen 2009 környékén bontották az épületet. Majd vágok be képeket a bontásról is. És egyébként itt lesz még majd egy átereszt, meg egy régi híd is. Hamarosan, úgyhogy... Hát itt úgy látom, csak szeméttelep van. Viszont itt van komoly bevágásba a vonal, és legalább nincs gaz, lehet követni. Nézzétek, az volt a bejárati jelző csonkja. Úgyhogy jövünk errefele, már közeledünk az állomáshoz. Egy nagy nádas nélközben.
következő átjáró után volt az állomás. Nézzétek, egy vasbeton híd a Titapatak fölött, és van egy évszám, azt meg tudok oda zoomolni, hogy hátra előtt. 1962, és közben szélzaj lesz szerintem, mert pont a dolog fúj, de máshonnan most nem tudok videózni. Na itt korábban egy vashíd volt, amit ugye azt hiszem, vagy a háborúba bombáztak le, és valószínűleg akkor rongálódott meg, annyira, hogy 1962-ben ugye cserélni kellett egy betonhíddal, és ez ugye akkor építették ide, hát azóta itt van. De itt előtte egy ilyen vasrácsos szerkezetű híd volt, ez egy kis kerekhelyi érdekesség, és hát közben ugye haladok az állomás fele. Itt majd vissza kell mászni a töltésre, itt még egész jól járható. Nézzük, innen jöttünk, itt a focipálya mellett ment a vasút, és erre volt az állomás, de itt már valahol volt egy ölhely annó, de azt már elbontották. És hát majd itt lesz valahol a vasútállomás, vagy legalábbis itt volt a helye. Lehet, hogy gyomait még meg fogom találni, majd vágok be róla a képeket, mert bontásról is van, meg amikor még állt, akkor is. Szétek. Itt volt egykor az állomás, hát ennyi maradt belőle. Ja, és egyébként nem állomás volt, azt már párszor rosszul mondtam, megálló rakodóhely. És az utolsó időszakban már csak megállóhely. De hát itt van, hát ennyi maradt belőle. Némi törmelék. De nem mondom, itt még a bontásról is vannak képek. Meg akkor is, amikor még működött, úgyhogy majd ide bevágom őket. És hát itt tovább egyenesen ment a vasút. Ott lesz még egy átjáró, és nagyjából utána el is hagyjuk Felsőnyéket. És ez az egyetlen megmaradt épület. Igen, ez a zöld ház, ez a vasúthoz tartott, és ez maradt meg, ezt valamilyen bontották el. És valahol itt ment egyébként a... Lehet, hogy erre ment a töltés, de szerintem egy kicsit kijebb, mert... A... Ezt nézzétek, itt még a mávos kerítés is megvan. Itt van az zöld ház, és ez úgy tűnik, hogy lakott van. Még egy kerekes kút is van. Egyet próbálunk itt belesni. Hát igen, ez valószínűleg nem lakott. Tartozik hozzá egy melléképület is. Aha. Kerekes kút. Széttörténi. Sőt, van itt több is. Ezek a régi fakeretes tévék. Ha, és... van a villanyóra. De vezetéket nem láttam. Még az óra, meg az állást is lehet olvasni. De a biztos idén nem csak beszélni. 2000, mikor? 2004, akkor még lakott volt. A biztosíték táblák már nincs meg. Régi old school konnektor, egy szocialista villanykapcsoló. Akkor 2004-ben még lakott lehetett. De hát az akkor volt. És itt van még egy tévé. Az ölház, és itt van mellette egy melléképület. Na jó, hát ide nem fogok bemenni, csak belesek a kamerával. Hát ez is, itt is csak szemét van. Lakat az van, viszont ajtó nincs. Ott volt a bejárati jelző. Itt a vonóvezeték tartó. És... Erre pedig ez a susnyás, amin most muszáj keresztül menni. Vagy később ide kanyarodik mellé a közút. De addig viszont marad ez. Viszont itt egész jól lehet jönni. Egy szelvénykő. Ha jól látom, az 547-es. Hoppá, ezt nézzétek, tárgyi bizonyíték, ez egy hevedel. Ezzel rögzítették össze a két sínszálat. És egyébként haladunk szépen, csak hát... Tehát, hogy... Van itt az ég az egy pár helyen.
Hát ezt nézzétek. A bazaltkő megmaradt az ágyazatból, más nem. Viszont itt bevágásban így néz ki. Ott az 558-as szelvény. És a fürdget az valahol 630-as körül van. És hát, hogy erre jöttem, itt még egész jól lehet haladni. Nézzétek, itt is volt valami, talán előjelzője lehetett felsőnyéknek egykoriban. És egy-két vonóvezetéktartót is láttam. Na viszont itt ki kell menni a főútra, vagy hát a főútra nem is, de itt ide kimegyek az erdőbe, itt van egy ösvény, mert van egy hatalmas nagy gaz, amit nem tudok kikerülni, és tele van szúrós akáccal. Remélhetőleg utána már jobb lesz a helyzet. Hát innen jöttem, és mindig bevágásba megy. Erre fele van tovább, egyre nagyobb a gaz. Na, még egy nagyobb áteresz. És innestől jelentősen javulni fog a helyzet, mindjárt mutatom, hogy itt van egy földutas átjáró, ez egy erdei út. Egyébként felsőnyék fele vezet, itt az a csapáson, kertek alatt. És erre fele megy tovább a vasút, és itt szintén ez egy erdei út. Tehát itt ezt befoglalták. Erdei útnak, tehát itt simán lehet menni a töltésen. Hát, legalábbis addig, ameddig ez a jó világ tart, ki tudja addig. Ezt nézzétek, még egy nagyobb áteresz. Nem semmi. És akkor ezen az úton fel is tudok menni. Na, itt egy ilyen kisebb fajta áteresz. És erről is van egy korábbi képen, majd ezt ide be fogom vágni. Egyébként töltés, az ott tovább megy. És ez szintén még egy erdei út, tehát most legalább jól lehet rajta haladni. Nézzétek, most én erdei útnak vége, de itt egész jól lehet haladni. És újabb tárgyi emlék, ez egy betonalja, ami itt maradt. Valószínűleg a talpákat szedték fel, ez meg túl nehéz volt, és itt hagyták. Egyébként a kalicsájból is maradt bőven. És itt még megkeressük egy régi őrhelynek a maradványait, hogyha még megtalálható, hogy kb. Másfél kilométerre innen a térképen is kivehető, hogy ott volt egy őrház. Na, haladjunk is tovább egyenesen innen, még egész jól járható, mint itt látjátok a pálya. Nincsen nagy gaz, úgyhogy remélhetőleg ennél rosszabb nem lesz a későbbiekben sem. Értek, még egy átedesz. És errefele megyünk tovább. Egy újabb betonaj. És egyébként haladom tovább, és ja, ott van a közút, ezt fogom majd a vasúthoz egyre közelebb jönni. Egyébként innen már egy olyan, szerintem egy olyan 4 km körül lehet fürged. Azt nézzétek, innen jöttem, és eddig erdei út volt. Helyén, és itt van még egy. Földutas átjáró. És úgy látom, hogy itt is még halad tovább az út, és a következőnél lesz az egykori őrhely maradványa, hogyha lehet a térképnek hinni. Hoppá, mély kaptálak ott a tó mellett. És a következő átjárónál lesz. Legalábbis volt régen egy őrház, egy 1968-as képen meg is van. Lehet, hogy valamit még találok belőle. Meg egy régi képen még sínszál is van abban az átjáróban. Hát megnézzük. Nézzétek, ez viszont egy eredeti állapotában fennmaradt áteresz. Amikor még a vasbeton nem ismerték. Simán téglából kirakva. Azért látszik már rajta, hogy idővasfoga dolgozik. Néhány tégla már ki is esett belőle, de bírja. Magas töltésen megy végig a vasút továbbra is, és ott fenn. És hamarosan elhagyom a tavat. És közben visszamásztam. Ott látszik a tó. És hát egyenesen tovább fürget fele. Látjátok, itt a másik kereszteződés. És így jön a, hogy hát innen jött a vonal, és hát valahol errefele kéne lenni annak az őrhelynek, de szerintem már azt már elhagytam. Tehát valószínűleg semmi nem maradt már belőle, vagy nem vettem észre. Mert itt viszont tényleg semmi nyoma nincsen, de hiszem, hogy erdőjünk tovább, és a jó hír az, hogy erdei út, úgyhogy csak előre haladhatunk, és akkor innen már tényleg csak fürdged van, és
És itt a tó után pedig már a közút is másfele fog menni. Tehát innen már fürgedik, csak itt az egykori vasútvonal helyén tudok menni. De hogyha még sokáig ilyen erdei útvonalad, akkor az jó, mert ezen végig tudok menni rendesen. És itt még bozót harcolni se kell. Tudom, eléggé fényviszonyok nem túl jók, de úgy látom, hogy azért valamit látok a kamerából, de itt egy pózna. Ezt sikeresen ellopták, de ez egy egykori távíróvezeték tartó póznája volt. És ez hagyományosan még ágyazatból némi kő az maradt, más nem. Ha lesz valami érdekesség, akkor azt megmutatom, de szerintem itt nagyon más nem fogok találni. Arról az őrhelyről mindjárt esetre belakom ide a képet majd. Fentről pontos képek vannak. Meg talán még ott fürgednek az előjelzőit, meg fogom majd meg vagy a jelzőjét találni. Ezt nézzétek, itt van akkor a következő átjáró. Akkor lehet, hogy itt volt egyébként az őrhely. Mert nézzétek, csak itt jött a sín, és ott például az őrház pont elfért. Vagy hát, na viszont ugye alap meg semmi nincsen, bár azóta már be is temethették. És itt még láttam olyan képet, hogy itt még egy sínszál akkor meg volt, de az már láthatóan nincs. Hát vagy csak a föld temette be. Lehet egyébként, hogy itt van, csak ugye már ráhordták a földet. De hogyha esetleg egy markológéppel itt megkapargatná valaki, lehet, hogy meg lenne. Ez némi törmelék, tehát lehet, hogy tényleg itt volt. Megint nehéz megmondani, hogy azért van itt törmelék maradvány, mert tényleg itt volt az őrház, amit lebontottak, vagy csak ide hordták, és teljesen máshonnan származik. Minden esetre az erdei út tovább folytatódik a egykori vasútvonal helyén, úgyhogy legalább a vonalbejárás az zavartalanul mehet tovább, nagy bozót harcok nélkül. Na, 608-as szelvény, én haladunk. És itt már megint gazdasabb, itt már az erdei út, meg a mezőgazdasági út nem az egykori töltésen megy. Viszont közel vagyunk már fürgethez. Na, erről jöttem. Itt az erdei szakaszon ment a 49-es. Itt volt egy átkelő, és hát itt menne tovább. De szerintem elmegyek itt mellette. Az a távolban szerintem már fürged lesz. És hát itt nagyon nagy a gaz, de itt el tudok menni mellette megint egy kisebb távon. És ugye beérek az állomásra, akkor onnan még egy olyan 2 kilométert sétálni kell a falu fele, ott a busz megálló. De hát van rá idő, mert még több mint 2 óra múlva jön a busz. Nézzétek, még egy eredeti átterez. Még boltíves és téglás. És itt ez már a 623. szelvény környékén van. Úgyhogy hamarosan fürged. Itt vagyunk fürged határába. És errefele van fürged. Már gyakorlatilag az állomásnak valahol az elején lehetek. Meg valahol itt volt már a váltóköz, szerintem. Nagyon közel vagyok. Egy irány tovább, és fürgettől pedig már ott a betonúton kell már csak besétálni a faluba, és megvárni a buszt. Az már egyszerűbb lesz, mint ezen a töltésen. Itt van egy vonóvezetéktartó, de hát ez már a fő vagy az előjelző fele mutathatott. Ugye, hát arra ment a vonóvezeték, hát egyiket se találtam eddig, nem is biztos, hogy megvan. De hát ez is azt mutatja, hogy közel az állomás. Hát most leginkább csak ilyen vágánytengelybe kinőtt fák vannak. Vagyis hát egykori vágánytengelybe. Na, még egy vonóvezetéktartó, majdnem átestem rajta. Akkor ezt nézzétek, Fürged állomásnak a felső nyík felőli vége, és itt volt egy őrhely. Hát most már szeméttelep, azt látjátok. Úgyhogy vaskerekeket felváltotta a gumi, mint látjátok. És itt is volt egy épület, plusz ez már itt a lakodónak az kezdete volt. Hát, múltkor itt kezdtem a bejárást. Hmm.
Igen, szóval ez itt a rakodó. Meg is mutatom, hogy itt már beton van, csak már ugye kezdi ezt is benőni a múrva. És hát megyünk tovább. És hát a másik oldalát az állomásnak már láttátok az előző bejárásnál. Azt látjátok, az egyfajta lakodó, szemét hátán. És valahol errefele volt a felvétel épület, és csak az előtte lévő gesztenyefákat már kivágták. Hát akkor ez a videó, ez ennyi lett volna. Fülked vasútállomás, sikerült beérni. Múltkor innen indultam, most ide érkeztem, és hát itt a vége. Akkor most már csak körülbelül még innen egy olyan 100 méter a főút, és akkor onnan még be kell gyalogolni a faluba még 2 kilométer, de van 2 órám. Csak akkor fog jönni a busz, úgyhogy ennyi. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Vonalbejárás az lesz, még többek között a 49-es be lesz fejezve, minden igaz, akkor még egyszer jövök, és akkor Páritól Dalmandig bejárva meg lesz, az kb. Egy olyan 13-15 km, szintén nem hosszabb, mint ez a szakasz. Esetleg a terep lesz nehezebb. Úgyhogy ennyi akkor, hogy ezt is megnéztétek. Nem tudom, mikor lesz ebből videó, mert már 3 másik vár még megvágásra, de hát előbb-utóbb fel fog az is kerülni, úgyhogy sziasztok addig is!